A stúdióban Pélei Bernadettel, az új oktatási rektor helyettessel beszélgetünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt nálunk! Jó napot kívánok! Milyen elképzeléseket szeretne megvalósítani oktatási rektor helyettesként? Milyen feladatokat lát maga előtt? Vannak nagyon általános programok, mondhatnám, vagy ami a rektori programhoz illeszkedik, és erről többször is volt szó, ez a oktatásban a minőség, mind a hallgatók, mind a tanárok oldaláról. Nyilván ez akkor lesz érdekes, amikor apró pénzre váltódik, hogy vajon ezt hogyan fogjuk megvalósítani. Hát sok minden tartozik alám, mert vagy alám hozzám, nem is tudom, hogy mondjam. Mert hogy egy oktatási rektor helyettesnek mind a hallgatók, mind a képzések oldaláról elég sok feladata van. Hát a kezdés az nyilván a felvételi volt, és a felvételivel kapcsolatos nehézségek, és most így szeptember-októberben a felvételivel kapcsolatos tapasztalatoknak is nyilván a feldolgozása, a lemorzsolódással kapcsolatos kérdések, tehát ami azért mégiscsak az egyetem lehetséges és működő létszáma, ugye ez is benne van a rektori programban, hogy mennyivel szeretnénk növelni a hallgatói létszámot. Hát ehhez az oktatási rektor helyettesnek azért jelentősen hozzá kell járulnia, hogy ez megvalósuljon. Hogyan értékelné jelenleg az egyetem oktatási helyzetét? Ez egy hatalmas egyetem, tehát egy nagyon széles kínálattal, egy nagyon szép, széles spektrummal, nagyon változatos kari teljesítményekkel, tehát nem lehet azt mondani, hogy általában mi a véleményem, hanem különböző karok nyilván, és a karokon belül is különböző intézeteknek a teljesítménye, vagy az, amit az egyetemhez hozzátesznek, azért nem egyforma. Ez is egy cél, hogy ez minél kiegyensúlyozottabb legyen. Pszichológusként mi a szakterülete, milyen kérdésekkel foglalkozik? Én fejlődéspszichológus vagyok, illetve fejlődés és gyerekklinikai pszichológus, tehát a fejlődés lelktanból és elsősorban azok a területek izgatnak, amik a klinikai munkához leginkább hozzájárulnak. Dolgoztam hosszú ideig gyakorló szakemberként is, tehát gyerekklinikai szakpszichológusként, és hát a kutatásban meg elsősorban az élettörténetek érdekelnek, vagy azzal foglalkozom, tehát a narratív területtel, aminek szintén van egy nagyon jelentős klinikai szempontja. A Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanáraként milyen feladatokat lát el? Van egy remek tanszékem, amit úgy hívnak, hogy fejlődés és klinikai pszichológiai tanszék. Nagyon jó kollégáim vannak, és végül is az alapképzést kezdődően egészen a doktori képzésig azért egy elég koherens program épül itt fel, tehát mind az alapképzésben megjelenő tantárgyak, a mesterképzésben van egy fejlődés és gyerekklinikai mester specializáció, és ez ugyanígy érvényes a doktori képzésre is, valamint Pécsett, ami nagyon fontos, van egy klinikai szakpszichológus képzés, ami az országban összesen rajtunk kívül még két helyen van. Munkásság elismeréseként nemzeti ünnepünk alkalmából most lovagkereszt kitüntetést is átvehetett, ezt hogyan értékeli? Persze nagyon jól esik és megtisztelő, de azért egy kitüntetést érdemes a helyi értékén kezelni. Konkrétan meg is jelölték, hogy miért kaptam, és elsősorban a klinikai pszichológus szakképzésben való munkám elismeréséül, és így is kezelem, tehát azt gondolom, hogy a szakmai munkámnak egy állomását megjelöli, de ennyi, ezt nem akarom ennél többre értékelni. Hogyan látja, hogyan fogja tudni most összehangolni majd ezt a sokféle munkásságot? Ezt most próbálom. Nem olyan egyszerű. Nem szeretnék kiesni az intézet és a tanszék életéből, mert azért ez mégiscsak egy hivatal, akárhogy is nézzük, amit egy nagyon fontos hivatalnak látok, de hát azért mégis az életem, az egyetem és az oktatás, tehát szeretnék legalább egy-másfél napot megőrizni az intézetnél és az oktatással is. Mi további jó munkát kívánunk, és köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.